Az október 22-i hangversenyünk rendszerint valamilyen utómódon kötődik az 1956-os eseményekhez. Most Beethoven harmadik Leonóra nyitányával készültünk, ami lehet, hogy nem volt annyira frekventált zenedarab abban a pár napban, ameddig a forradalom tartott, de a Beethoven Fidéliója egy szabadító opera, és ennek volt három Leonóra nyitánya is, és ez az, ami tulajdonképpen mind a mai napig megmaradt, mert annyira szép a darab, hogy nem nyitányként, de benne szokták hagyni az operában, és nem csak a szabadításról szól, hanem a hitvesi szeretetről is. A másik mű, ami a nagyobb volumenű, az Dvorzsák új világ szimfóniája, amit New Yorkban írt a zeneszerző. Egy mágnás feleségének a meghívására érkezett New Yorkba, aki megszokta, hogy Amerika akkor már mindenben vezető, csak éppen az európai zene után kullog nagyon-nagyon sok méterrel, és úgy gondolták, hogy ha meghívnak egy jeles európai zeneszerzőt, ez volt Antonin Dvorzsák, akkor kicsikét előre lendítik az amerikai zenét is, és ez az új világ szimfónia azért akkora siker volt a bemutatása pillanatától, hogy elég sokat hoztak a hátrányon. Mi alapján kerülnek ilyenkor a darabok, a repertoár kiválasztásra? Török Géza Lisztdíjas karmester választja ki a darabokat. Van, hogy megbeszéljük, hogyha szólista van, vagy hogyha olyan darabot szeretne eljátszani, amihez kell még egy kis rásegítés, hogy kapcsolódjon az ünnepi eseményekhez, de neki hihetetlen nagy repertoár ismerete van. Rengeteg darabot vezényelt, a kollégái, akik itt játszanak, nagyon-nagyon szeretik őt, és ezért nyugodtan válogathat a Beethoven szimfóniák, a Brahmsok, a Mendelssohnok és a Dvorzsákok között is. Hosszú évek hagyománya már, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának előestjén komoly zenei hangversennyel kezdjük a budaörsi megemlékezéseket. Ilyenkor leginkább október 23-áról és az azt követő napok eseményeiről szoktunk beszélni, és csak ritkán jut eszünkbe az, hogy vajon milyen lehetett a hangulat a forradalmat megelőző napon, 1956. október 22-én Magyarországon. Egyáltalán nem tanúságok nélküli felidézni ezt. Október 22-e akkor hétfői napra esett. A korabeli meteorológiai jelentések szerint kellemes őszi idő volt. A napközbeni hőmérséklet 17-20 fok, sőt, helyenként a 20 fokot is meghaladta. Az emberek végezték a dolgukat, pontosan ugyanúgy, mint más napokon. Dolgozni mentek, gyerekek iskolába, a háziasszonyok bevásároltak, a nyugdíjasok pedig egy-egy padon élvezték az őszi napsütést. Az átlagos olvasó, aki átlapozta az újságokat, jó részt ugyanolyan hírekkel találkozott, mint más napokon. Megtudhatta például, hogy ifjúsági bányász tanáskodás volt Salgótarjánban, ahol a fiatalok újabb 15 ezer tonna terven felüli szén termelését vállalták. Hogy Picasso kiállítás nyílt Moszkvában a mester 75. születésnapja alkalmából. Izgalmas hír volt, hogy a hétvégi meccsen a Honvéd csapatából azért hiányzott Puskás öcsi, mert Orbáncot kapott. De mint nyilatkozta, már meggyógyultam, és a svédek ellen játszani fogok. Azért, aki kicsit jobban érdeklődött a politika iránt, annak feltűnhetett egy olvasói levél, amelyet a Szabad Nép tett közzé. Ebben a Vörös Csillag traktorgyár egyik dolgozója azt írja, hogy Újvári Tibor elvtársat, gyárunk fiatal munkását annak idején a Kossuth Akadémiára vitték. A Tito üggyel kapcsolatban beugratták egy provokációs vitába, és mint Tito barátot kizárták a pártból, majd letartóztatták és bebörtönözték. Büntetése letöltése után visszakerült a gyárba. Ma is itt dolgozik. Komoly, szorgalmas, pártfű dolgozónk. A közelmúltban bíróságilag is rehabilitálták, de még ma sem tagja a pártunknak. Dolgozótársai nem értik. Miért nem? A lapok részletesen beszámoltak a lengyelországi eseményekről is, ahol egy frissen megválasztott antisztálinista vezető, Vladislav Gomulka meglepően új hangokat ütött meg. A színházakban telt ház volt. A Nemzetiben a Dózsa Györgyöt játszották, a Katona József Színházban a Főbelövendők klubját, míg a Magyar Néphadsereg Színházában a Makracos Hölgyet. Kiemelkedő kulturális eseménynek számított ezen a napon, hogy az Erkel Színház műsorán Bartók második zongora versenye szerepelt, és Mario Rossi vezényelte az állami hangversenyzenekart. Az eredetileg tervezett szólista helyett egy beugró lépett a színpadra,
Cifra György, akinek rövid idő alatt kellett megtanulnia az akkor szinte eljátszhatatlannak tartott darabot. A siker óriási volt. Több résztvevő érezte úgy később, hogy a távozó közönség felfokozott hangulata is szerepet játszhatott a másnapi eseményekben. Volt persze egy másik Magyarország is, amelyik még nem szerepelt az újságok címlapján, de ezen az estén is lázasan készülődött a következő napra. A Budapesti Műszaki Egyetemen forradalmi hangulatú nagygyűlés zajlott egész éjszaka, ahol véglegesedett az egyetemisták 16 pontos követelése, és itt hirdették meg a másnapi szolidaritási tüntetést is Lengyelországgal. Több vidéki egyetemen hasonló hangulatú összejöveteleket tartottak. Ugyanebben az időben az Írószövetség is ülésezett, ahol szintén kemény hangú követelések születtek. Érdekes módon a forradalom későbbi, legjelentősebb szereplőinek átlagos hétköznapja volt. Szinte hihetetlen, hogy Nagy Imre, aki már másnap este Magyarország legfontosabb embere lesz, 22-én egy vidéki baráti házaspárnál született Badacsonyban. Csak este 7 órakor hozza fel őt Budapestre egy katonai gépkocsi, mert a barátai és munkatársai már sejtik, hogy valami nagy dolog készül a fővárosban. Bibó István pedig, aki majd november 4-én válik az események kulcsszereplőjévé, ezt a napot is a munkahelyén, az egyetemi könyvtárban töltötte, ugyanúgy, mint majd a következőt, amikor még a felvonulást is csak az egyik ablakból látta, és este 7 felé, hazafelé tartva állt meg a Kossuth téren meghallgatni Nagy Imre beszédét. A kommunista párt legfelsőbb politikai vezetése is teljesen gyanútlan volt. Bizonyítja ezt, hogy szinte kivétel nélkül Jugoszláviában tartózkodtak egy hivatalos látogatáson. A küldöttség csak másnap, 23-án délelőtt érkezett vissza. Sokféleképpen töltötték hát az emberek a forradalom kitörése előtti napot. Egy azonban közös volt bennük. Senki, de senki nem sejtette, hogy másnap egy új világra ébrednek. És most egy kicsit hadd szóljak a mai nap zenei programjáról. Egy Beethoven mű szerepeltetése szinte természetes, hiszen a forradalom napjaiban, a rádióban az ő zenei hangzottak fel leggyakrabban. Egyetlen operájáról, a Fidelióról van, aki úgy fogalmaz, hogy a háromszor megírt opera. Az ebből elhangzó harmadik Leonóra nyitányról a kiváló zenekritikus Szabolcsi Bence írta azt, hogy tökéletesebben mintázza meg és mondja el az opera mondani valóját, mint maga az opera, amely, és ezt már én teszem hozzá, alapvetően végig a szabadságért való küzdelemről szól. Dvorzsák 9. szimfóniája az Új világból, melyet leginkább Új világ szimfóniaként emlegetünk, a zenei irodalom egyik legnépszerűbb műve. Hogy némi személyes kapcsolódást is felidézzek, a 70-es években vásárolt első lemezeim egyike ez volt. A Rózsa Völgyi és társa zeneműboltban vásároltam az orosz nyomású albumot. Aztán pár éve sikerült egy remek holland korongot is beszereznem. Nem igényel különösebb magyarázatot azt hiszem, hogy milyen párhuzamok vonhatók az 1956-os forradalom nyomán egy új világra készülő Magyarország és Dvorzsák művének címe között, amely egyébként egy több éves New Yorki tartózkodása során az Új világban született meg 1893-ban. 1789-ben a francia forradalom környékén, ugye, amelynek a jelszava az volt, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség, sorra születtek az úgynevezett szabadító operák. Tulajdonképpen ez egy műfajjá vált, és hogyha körülnézünk, akkor a Szöktetés a szerályból is tulajdonképpen ugyan erre a fonalra húzódik rá, csak ott más a szabadságtét, mint mondjuk éppen a Fidelióban. A Fidelió az attól is különleges a szabadító operák sorában, hogy Florestán, ugye, aki raboskodik, Florestánt ki akarják mindenképpen szabadítani, de a szabadító az a felesége, aki áruhába öltözik, és Leonóra szabadítja ki Florestánt, és ezért ennek volt egy olyan alcíme is még a szövegkönyv, illetve a dráma szerzőjétől, hogy a hitvesi szeretetnek az operája. És Beethoven is nagyon sokat vacilált, hogy hogyan kezdje az operát, mi szólaljon meg először, írt 3 Eleonóra nyitányt, majd később megszületett a Fidelio nyitány, de ez a 3. Eleonóra nyitány, ez maradt meg leginkább talán a köztudatban, ezt annyira
áthatja nem csak a szabadság iránti vágy, hanem a szeretet is, és annyira szép tulajdonképpen a zene, azt hiszem, hogy nem biztos, hogy ez egy ilyen kritikusi szó, de szép, gyönyörű a zene, hogy a legtöbb Fidelio előadásban benne hagyják, nem nyitányként, hanem a záró jelenet előtti jelenetben, és hiába morognak a szakemberek, hogy hát egy nyitány nem való oda, általában a rendezőket ez nem érdekli. A zene szép, fogadják szeretettel. Thank you.
Elhangzott már egy dátum az Új Világ Szimfóniával kapcsolatban, 1893. Lépjünk vissza egy évet. Élt New Yorkban egy gyarmatáró nagykereskedő, milliárdos volt, Szörbernek hívták, és egy nagyon ambiciózus honleány volt a felesége, Janet, aki már észlelte azt, hogy az Egyesült Államok az nagyon sok mindenben, majdnem mindenben vezető nagyhatalom a világon, de nagyon szánalmasan kullog a zenei életben, a zeneszerzők mondjuk azt, hogy teljesítményében Európa után, és úgy gondolta, hogy megpróbál ezen valahogy segíteni, és meghívta a New Yorki Konzervatórium igazgatói székébe Antonin Dvorákot, aki meg is érkezett, majd kiírtak a konzervatóriumban egy zeneszerzői pályázatot, ezt Dvorák megpályázta, majd aláírta, hogy az övé a legjobb, zsebretette a $300. Ez volt az Új Világ Szimfónia, amit akkor még nem Új Világnak hívtak, hanem 9. szimfóniának, de senki nem háborodott fent, senki nem firtatta a győzelem előéletét, mert annyira nagy sikert alatott rögtön az első eljátszás alkalmával. A darabban nagyon igyekezett amerikai lenni Dvorák, ehhez megnézett egy csomó leírt népdal, ott is leírták nagyjából, amik az utcán szóltak, meg a különböző népdalokat, meg is nézett egy jó párat, meg is próbált, ha nem is feldolgozni belőle, de annak az ihletettségéből belerakni a darabjába. Azt, amit egyébként a dvorzsáki Csehország iránti honvágyként szoktak emlegetni a második tétel elején, az egy indián költemény ihlete, hanem a harmadik tétel közepén fognak hallani egy nagyon kedves cseh népdalt, és a negyedik tétel fergetegében pedig azért felsejlik egy igazi kis polka is. Fogadják szeretettel, következik Dvorák Új Világ Szimfónia, játszik a Budaörsi Vivart Szimfonietta, vezényel Török Géza. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.